Dóra képviselőasszony a Jobbik képviselőcsoportjából. Öné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. A kormánypártokban uralkodó fejetlenségnek a legékesebb bizonyítéka ez a szakképzési törvénynek ez a módosítása, hiszen hétről hétre változtatgatták az álláspontjukat, és még a mai napon, a zárószavazás napjára sem döntötték el, hogy a közismereti tárgyak arányának tekintetében melyik álláspontot képviselik. Az általános vita során ugyanis a kormánypárti képviselők még amellett érveltek, hogy a közismereti tárgyak aránya a szakképzés rendszerében legfeljebb 33% legyen. Majd az Oktatási Bizottság fideszes elnöke és több ellenzéki képviselő is, sőt egyhangúan az Oktatási Bizottság felháborodását fejezte ki ezzel kapcsolatban, és ennek Homlok Egyenest az ellenkezőjét nyújtotta be, a legfeljebb szót legalábbra cserélte, több módosító javaslat is. Akkor a részletes vitában ezt követően a kormánypárti képviselők, akik részt vettek ezen, úgy tettek, mintha ők mindig is ezen az állásponton lettek volna, és semmi nem történt volna, holott éppen a legfeljebbet legalábbra cserélték ki a módosító javaslatok, ami Homlok Egyenest az ellenkezője annak, amit az általános vitában képviseltek. Majd a módosító javaslatok szavazása során két verziót is megszavaztak, az egyik az, ami ezt a legalábbot tartalmazza, a másik pedig az, hogy pontosan 33% legyen a közismereti tárgyak aránya a szakképzés rendszerében. És az egész eljárásnak a legnagyobb szégyenfoltja talán az, hogy az egész módosítás mindössze egy oldalas, és ehhez Kara Ákos képviselő úr egy több mint két oldalas zárószavazás előtti módosító javaslatot nyújt be. A bizottsági ülésen, illetve a parlament plenáris ülésén, mint hogyha másik pártnak a képviselőivel kellett volna vitatkoznunk, hiszen a bizottságban az oktatáspolitikusok egyetértettek azzal, hogy a közismereti tárgyakat nem szabad csökkenteni, sőt nem szabad azt a lehetőséget megteremteni, mert a kormány által beterjesztett javaslat ezt is tartalmazta volna, hogy akár 0% legyen a közismereti tárgyak aránya a szakképzésben. Ezt egyhangúan utasította el az Oktatási Bizottság, és úgy tűnik, hogy végre a kormány többség is elutasította, még nem tudjuk, hogy melyik javaslatot fogják végül elfogadni. Olyan érvek hangzottak el az általános vitában, amelyek például a szakoktatókat egyébként nagyon durván sértették, de például volt olyan kormánypárti képviselő, aki azt mondta, hogy már szinte matematikusokat képzünk a szakképzésben, ezért nincsen szükség ilyen mértékű közismereti tárgyakra. Nyilvánvalóan, hogy ez nem igaz, és sőt, olyan gyerekek kerülnek be a szakképzésbe, akiknek igenis szükségük van arra, hogy további közismereti tárgyakat is tanuljanak, hogy az életben később boldogulni tudjanak, hiszen semmilyen alapjuk nincsen arra, hogy egyébként gyakorlati munkát, szakmai munkát végezzenek, ezért a Jobbik arra kéri a kormánytöbbséget is, és úgy fog szavazni, hogy a legalább 33%-ot biztosítsuk a közismereti tárgyak átadására. Köszönöm a figyelmet!